A környezetvédelem, ha a közösségi együttélés szabályainak betartása nem egyszerűen hatósági, közigazgatási probléma, sokkal inkább társadalmi, kulturális jelenségek sorozata. Ez tovább fokozza az emberek egymás iránti közömbösségének növekedése, az igénytelenség, amely a minket körülvevő környezetvédelme tekintetében egyre inkább terjedni látszik. A város köztisztasági helyzetének színvonalán azonban javítani kell amely nem valósulhat meg a közterületeken tevékenykedő szervezetek és a lakosság együttműködése nélkül. A jogszabályok alapján az ingatlan tulajdonosokat kötelezettségek illetik, amelyeket azért ajánlott betartani, mert mindannyiunk közös felelőssége környezetünk védelme. A tulajdonosok feladatai közé tartozik az ingatlan előtti közterület tisztántartása, az épület telek ingatlan tisztántartása, a kommunális hulladékok kezelésével kapcsolatos tennivalók és az illegális szemételhelyezés bejelentése. Az illegális szemételhelyezés országos jellegű probléma. Bejelentésének fontossága vitathatatlan. Ehhez azonban szükséges mindenkinek a figyelő szeme és aktivitása, hogy amennyiben ilyet tapasztal, akkor arról készítsen bizonyítékot és jelentse azt a hatóságoknál hogy az illegális szemetelők megkapják méltó büntetésüket. Kiemelten fontos a gyom és parlak fűírtása, a közterület tisztán tartása, a zöld terület ápolása. Az ingatlant a virágzó parlak mentesen kell tartani az adott naptári évben. Hasonlóan az ingatlan előtti járdaszakaszt és az úttest közötti területet, a járda vagy az útszakasz melletti nyílt árkot továbbá tömb és úszótelken az épület utcafronti szakaszát, az úttest közötti területet és a két épület közötti területet. Mert mindannyiunk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket és változtassunk helytelen szemétgyűjtési szokásainkon. Mindenkinek fel kell ismernie, hogy nem csak jelenünket, de gyermekeink, unokáink jövőjét is veszélybe sodorjuk, ha engedjük ezt a folyamatot. További tulajdonosi kötelezettségek közé tartozik, hogy a csapadékvíz elvezetési problémák ne jelentsenek gondot. A település szennyvízhálózatát az illegálisan csatornába kötött csapadékvíz bevezetések terhelik meg, illetve nagyon sok ingatlan esetében a csapadékvíz egyszerűen a közterületre kerül kivezetésre. Nagykáló közigazgatási területén a szennyvíz csatornázás elválasztó rendszerben épült ki, azaz a csapadékvíz bevezetése tilos. Az elmúlt években a szinte özönvízszerűen lehulló csapadék számos vízelvezetési problémára is rávilágított. A telek, terület, csapadék rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és az építményekben, valamint a közterületen kárt, átázást ne okozzon és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha a telek és a szomszédos telkek továbbá az építmények állékonyságát, és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árkokba, csak szelvényű vezetékekben, és az utcai szint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, hogy abba a környezetéből, a telkekről csapadék bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. Szintén szabályt sért az ingatlan használója kezelője, ha a házszántáblát nem helyez el az ingatlanán. Az avar és a kerti hulladék égetése minden év február 1-től április 30-ig október 1-től november 30-ig hétfőtől péntekig terjedő napokon egész nap, valamint szombaton 6 órától 12 óráig lehetséges. Az állattartó köteles minden három hónapnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén a szolgáltató állatorvossal beoltatni. A három hónapos kort elért kutyát 30 napon belül be kell oltatni, majd az első oltást követően 6 hónapon belül azt meg kell ismételni. Ezt követően évenként kell veszettség elleni oltásban részesíteni az állatokat. Továbbá lényeges a felelős kutyatartáshoz kapcsolódó feladatokat hangsúlyozni. Az állattartó gazda köteles gondoskodni, hogy az ebb közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. Közterületen ebet csak prórázon szabad vezetni. Játszóterek területére kutyát bevinni pórázon vezetve is tilos támadó, kiszámíthatatlan természetű ebeket közterületen szájkosárral kell ellátni. A kutya által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.